Megdöbbentő kutatások fedik fel a génjeinkben rejlő lehetőségeket. Ismerjük meg a DNS-t, a jövő kulcsát. A felszínét kapargatjuk annak a tudásnak, amit az ember génjei rejtenek. A friss tudásban rejlő lehetőségek még messze nincsenek mind feltárva. De a tudomány már is újabb áttöréssel kecsegtet. A tökéletes emberi élettel. A kutatók egymással versenyezve fejlesztenek ki egyre hatékonyabb módszereket a gének működésének vizsgálatára. A génexpresszió azt jelenti, hogy egy adott gén aktív vagy inaktív. Amikor egy gén aktív, vagyis működik, egy fehérjét készít. A génexpresszió tanulmányozásakor azt vizsgáljuk, hogy bizonyos helyzetekben mely gének működnek és melyek nem. Egyetemi és magánlaborok kutatói is rájöttek, mennyi lehetőséget rejt a génexpresszió megismerése. Az emberi genóm az életkönyve. És most végre el tudjuk olvasni, meg tudjuk érteni, hogy mi van ebbe a könyvbe írva. A kutatási eredmények szerint választ kaphatunk egy ősi kérdésre. Arra, hogy miért, mitől öregszünk. A kutatásaink célja megtudni, le lehet-e lassítani az öregedés folyamatát, hogy az öregkorral együtt járó betegségek minél később érjenek el minket. Ezeknek a betegségeknek a kialakulását próbáljuk megkésleltetni. Ő dr. Joseph Cheng, egy magánlabor kutató orvosa. Azt vizsgálja, hogy a táplálkozás hogyan lassíthatja le az öregedés folyamatát. Édesapám 3 évvel ezelőtt halt meg. Élete utolsó 10 évében az életminősége sokat romlott. Ezért kezdett el érdekelni, vajon hogyan őrizhetnénk meg a jó életminőséget az életünk végéig. Dr. Cheng és munkatársai arra keresik a választ, hogy az emberi test miként nyerheti vissza fiatalosságát. A kutatásaink és kísérleteink azt mutatják, hogy bizonyos géncsoportok fontos szerepet játszanak az öregedésben. Ezért úgy döntöttünk, hogy ezeket a csoportokat ifjúság géncsoportoknak nevezzük el, mert ez a név pontosan kifejezi azt, hogy kutatásainknak tulajdonképpen mi a célja. Főleg a mitokondriális géncsoportok érdeklik. A mitokondrium a sejt erőműve, ami energiával látja el a testünket. A bölcsőtől a sírig. A mitokondrium olyan, mint egy akkumulátor, idővel lemerül. Amikor lemerül, fel kell tölteni, hogy életben tudja tartani a sejtet. Ha a mitokondrium működése nem optimális, megjelennek a korai öregedés jelei. A tudományos haladás lehetővé teszi Dr. Cheng forradalmi kísérleteit. A génexpresszió serkentésével próbálja feltölteni a lemerült mitokondriumot. Újraindítjuk a géneket. Nem változtatjuk meg a szerkezetüket, de a génexpresszió szabályozásával újra be tudjuk indítani az öregedést szabályozó, lemerülőben lévő géneket. Azt már világosan látjuk, hogy van egy bizonyos génexpressziós mintázat, ami akkor jelenik meg, ha fiatalosak vagyunk. Ahogy öregszünk, ez a mintázat teljesen megváltozik. Kutatásaink célja arra irányul, hogy ez a génexpressziós mintázat olyan maradjon, mint amilyen 20 éves korunkban volt. A Föld túloldalán Dr. Joyce Zhu is hasonló célt tűzött ki maga és csapata elé. Jól ismeri a természetet, és egy meglepő élőlénnyel próbálja megállítani az öregedést. Úgy véli, közel jár ahhoz, hogy újra tudja indítani a sejtek mitokondriumát egy egyszerű gombával, a Cordyceps sinensis-szel.
A Cordyceps sinensis tulajdonképpen egy egyszerű gomba. Olyan, mint bármelyik hétköznapi gomba. Annyira mégsem hétköznapi ez a gomba. Vadon, a néptelen tibeti hegyvidéken található, és a hernyók fején nő. Hosszú évek kísérletezése után Dr. Zhu végre a laboratóriumon kívül tesztalanyokon is kipróbálhatja a Cordyceps sinensis varázslatos fiatalító hatását. A kísérletek során az alanyok a Cordyceps sinensis hatására sokkal jobban teljesítettek minden sportágban. A gomba hatására gyorsabban erőre kaptak és tökéletes lett a kardiovaszkuláris működésük. A Cordyceps sinensis növeli a kitartást, serkenti az anyagcserét és csökkenti a fáradtságot. A gomba segít kivédeni a mindennapi élettel járó megpróbáltatásokat, amelyek az öregedéshez vezetnek. Azt látjuk, hogy a Cordyceps sinensis nem csak hosszabb, de egészségesebb életet is biztosít. Bebizonyítottuk, hogy ez a gomba egy igazi öregedésgátlószer. Dr. Zhu Cordyceps sinensis kivonata is fontos részét képezi Dr. Cheng öregedésgátló vegyületének. Nekünk sikerült elsőként modern, tudományos módszerekkel bebizonyítanunk, hogy egy természetben előforduló élőlény hatásos lehet az öregedés késleltetésében. A legújabb kísérletek tanulsága szerint a sorsunk nem kizárólag a génjeinktől függ. A laboratóriumunkban folyó kutatásból az derült ki, hogy az öregedés a test szimfóniája. Ahhoz, hogy testünknek ez a bonyolult szimfóniája szépen szóljon, a tengernyi különböző génnek szorosan együtt kell működnie. Ez a sikeres együttműködés akadályozza meg, hogy az öregedés szimfóniája hamisan szóljon. A génexpressziós technika egészségesebbé teheti mindannyiunk életét. És ez még nem minden. A Föld 7 milliárd lakójának nagy része időskorában komoly betegségekben szenved. A probléma mindannyiunkat érinti. Kellemesebbé tehető az öregedés. Magánlaborok kutatói forradalmi felfedezést tettek az öregedéssel kapcsolatban. Dr. Richard Weindruck és Dr. Thomas Prola a génexpressziós mintázatok segítségével kutatják a táplálkozás öregedésre való hatását. Kísérleteik szerint az egyik ígéretes vegyület a vörösborban is megtalálható resveratrol. A LifeGen-nél olyan tápanyagokat keresünk, amelyek hatása azonos a kalóriabevitel csökkentésével, tehát úgy változtatják meg a génexpressziót, hogy lelassuljon az öregedés. Ezek a tápanyagok külön-külön alig észrevehetően csökkentenék az öregedést, de együttes hatásuk sokkal jelentősebb lehet. Hiszem, hogy egy napon az emberek egészségesen fognak meghalni.